ezekre ad egy szabályozást. Ezekre és nem másokra. Nem ad kis Erzsébetre szabályozást, aki születésénél fogva a Szabadkán él, hál' Istennek ott is él, nagyon jó érésében. Gyászolja a férjét. És ez a kulcs a dolognak. Szeretném, hogy ezt megérteni. Ez a kulcs a dolognak. Ugyanis. Kulcs a dolognak az, hogy ennek nincs hatája a felfelé. Kis Erzsébetre nem vonatkozik a 26. szakasz esetben. Ezt az, amit mondtam, hogy egy mondattal el tudja mondani. Lehet, persze, lehet, nyilván csak ugye összetett rendszer, hogy lehet mondani. Figyel nekem, bizony annyira tanács van, hogy kellőképpen körül tekintettük ezt az ügyet, és a súlyának megfelelően, csak akkor azokat a verős jogi mondatokat várom öntől, amiket ön tud mondani akar. Csalódást okozok önnek, hát ez a cím, mondja, hogy kellemes dolgokat mondjam, nem jelmondjam. Akkor mondja, legyen szíves tovább, jó? Van még valami? Van. Tehát, és akkor tovább mindjárt ezt a gondolatsort. Mivel, ugye ez csak a, még egyszer mondom, a délvidéki magyar nyíltások elől Csonkországba menekült emberekkel vonatkozik, illetve hát a, egyáltalán a visszatért, tehát a visszacsatolt, majd megint elvesztett területekről elmenekülő emberek vonatkozik, nem tartalmaz rendelkezést azokra, akik maradtak a szülőföldjükön. Kis Erzsébet állampolgársági jogállása következőképpen fest 1948 azon napján, amikor hatályba lépett a 48. évi hatalmas törvény. Ugye ez a 1949. február 1. 1949. február 1. lépett hatályba a 48. évi hatalmas törvény. Kis Erzsébet 31-ben született, jugoszláv állampolgárként, a szerb, horvát, szlovén, világság állampolgárként. 41-20-es törvénnyel visszakapja a magyar állampolgárságát, magyar állampolgár lesz. A 526-45-ös miniszterelnöki rendelet nem veszi el tőle a magyar állampolgárságot. Senkitől. Így van, senkitől, tőle sem. A 48. évi 60-as törvény, 26. szakasz első bekezdése pedig ad egy speciális szabályozást azokra, akik a magyar irtások elől a Csonkaország területére menekültek. Azt mondja, hogy őket kifejezetten hangsúlyozott a magyar állampolgárok ismerjük el. De ezzel nem mondja azt ez a jogszabály, hogy ezáltal a szülőföldjén maradó és magyar állampolgár emberek a magyar állampolgárságokat elvesztenék. Ez a per döntő motivuma. Ez a legfőbb érvű. Én egy szót nem szóltam volna, egészen el sem kezdtük volna a 26. paragrafus első bekezdésében, az lenne mondjuk, hogy ott van egy külön mondat, hogy aki viszont szülőföldjén maradt, mert voltam bátor és elszállt, tegyük hozzá, mert nyilván nem mondta volna egy önkényvalami jogalkotás ezt, de aki szülőföldjén, azt mondja, hogy szülőföldön, aki a elcsatolva a jugoszláv területeken maradt, nyilván így mondta volna, aki a jugoszláv területeken maradt, az elveszti a magyar állampolgárságát. Ez a mondat hiányzik ebből a jogszabályból, tisztelt bíróság. És mivel hiányzik, és jogászok vagyunk, jogot alkalmazunk, a jogértelmezés minden eszközrendszerét próbáljuk felhasználni, ezért arra következésre kell kizárólagosan jussunk, hogy Kis Erzsébet, Szabadkán született, 41-ben is Szabadkán élt, 48-ban is Szabadkán élt, 49-ben is majd mai Szabadkán élt, ő rá ez a rendelkezés nem vonatkozik, nem fosztotta meg senki Kis Erzsébetet a magyar állampolgárságától. És itt hoztam egy példát, amit ilyen nagyon laza kézbeadottan próbált esetölni a Fővárosi Bíróság, de azt gondolom, hogy rosszul tette, vagy tévesen tette. Ez a bizonyos zsidó törvények hatály alá tartozó emberek jogállásának rendezése. Miről van itt szó? Arról, hogy a 48-as állampolgársági törvény, ugye sok zavar volt az állampolgársággal kapcsolatban abban az időszakban, ez az általános kijelentés elmondható kétség kívül. Árgázott országban a Vörös Hadsereg, háborúdult, emberek, százezrek emberek menekültek, költöztek ide-oda, teljes káosz volt. És voltak zsidó törvények is, amelyek tényleg nem jó
sajnos, mert tényleg a feszültség miatt kerültek hátrányba emberek, akik egyébként személyükben nem felelősséget szolgáltak rá, bár kétség kívül egy olyan töltemény összefüggésben születtek ezek a törvények, amelyekben talán valamilyen módon érthető volt az, hogy valamilyen módon kellett lehetőséget biztosítani a magyar nemzetiségű embereknek saját országukban. Minden ellenére a zsidó törvények például azt írták elő, hogy például nem vonatkozott rájuk az, hogy a 39. 4-es törvényről van szó. Ugye ennek a harmadik szakasza szerint zsidónak minősülő ember házasságkötés és törvényesítés által magyar állampolgárságot nem szerezhetett. Tehát köthetett ugye ugyan házasságot, de ez nem járt magyar állampolgárság megszerzésével, mondta az akkor hatályos rendelet. Jött a elvesztett második világháború, jött egy új rendszer, a Vörös Hadsereg szuronyai, ez új rendszer azt mondta ki, már 45. február 6-án, 245-es miniszterelnöki rendelettel, egy laza kézmozdulattal hatályon kívül helyezte az összes zsidó törvényt. Csak úgy, ugye, ebben a sorban éveztek, hogy februárban nagyon serényen dolgoztak, tehát 45. februárjában született a 526-os miniszterelnöki rendelet is, ami a revíziós törvényeket helyezte hatályon kívül. Tehát ha minden úgy lenne, amit a fővárosi bíróság mond, illetve Alperes mond arról, hogy hát kérem, ez a 26. szakasz első bekezdés, ez megoldotta a kérdést, elvette kis Erzsébetre a magyar állampolgárságot. Ha minden így lenne, akkor nem folytatódott volna a jogalkotás ezen a területen, tehát a zsidó házasságkötés állampolgársági gyakorolt hatása tárgyában nem folytatódott volna a jogalkotás. De folytatódott, mert a 48. év 60-as törvény 31. paragrafusát meghozták, ugyanis a szabályozás nyitva hagyta azt a kérdést, hogy most akkor hogy kell tekinteni azokat a zsidó embereket, akik házasságot kötöttek, nagyon nehéz így nyilatkozni, mert tényleg én szeretném a tetszett figyelni, mert ezt egy mondatom van még az analógián, ha lehetséges. Ügyvédúr, két tárgyalást már nem tudom megtartani időben. Arra kérem még egyszer, hogy fogja rövidebbre, mert így is a határozat hirdetést kénytelenek leszünk, amiatt, hogy ezek az emberek három tárgyalásügyben ne feleslegesen várakozzanak, kénytelenek leszünk, mert azért arra nem gondoltunk, hogy ilyen hosszú lesz a felperesi felszólalás. Ilyen boromenő ügy ellenére, hiszen itt kizárólag a jogról lehet szó, ugye? Azt, hogy hogy kell értelmezni a jogot, azt értem, hogy miért szeretni a történelmi környezetben tökéletesen megérteni. Egy analógiát, ami egy jogiászi érvelésnek, A 6. paragrafus második bekezdését megnézi, ott szinte erről van szó, arról, amiről most nem beszélt, hogy nem nekünk a deportáltakról. Igen, szeretném fejezni a analógiámat. Tehát ugye nyitva hagyta ez a laza kézmozdulata, ha nem kivérzték ezt a bizonyos zsidó törvényeket, amely azt mondta, hogy a zsidó ember házasságkötés folytán nem szereztek magyar állampolgárságot. De nem szólt arról, hogy mi van azok a zsidó emberekkel, akik házasságot kötöttek, akkor ők most vagy állampolgárok, vagy nem magyarok. És a jogalkotás eszközéhez kellett nyúljanak, de rájöttek, hogy ez nem elég így, nem jó ez így. Igen. És azt mondták, hogy a 46-as törvény 31. paragrafussal, hogy aki a jogfosztó szabály alapján állampolgárságot, házasságkötése nem szereztette meg, azt a jelen törvény elejénél fogva olyannak kell tekinteni, mint aki az állampolgárságot házasságkötéssel megszerezte.